Zoltán Tamás vagyok, rengeteget olvasok és rengeteget beszélek, például most is. Hello und welcome, ez itt a 99 kedvenc könyvem című sorozat a második része. Úgy tűnt, hogy az első tetszett nektek, ezért hoztam a következőt. És ezúttal arcátlanul és arctalanul látjátok majd ezt a videót. Úgy gondoltam, hogy most nem kell, hogy én látszam ebben a Ebben a videóban, hiszen úgyis a könyvekről szól, nem róla. Nyolc könyvet hoztam, nyolc olyan könyvet, ami, aminek megbecsült helye van az én polcomon. Na fussunk át rajtuk! Íme itt az első, Catherine N. Porter könyve, illetve regénye, a Bolondok hajója. Én azt gondolom, hogy ezt többen ismeritek, ha nem a regényt, akkor lehet, hogy a filmet. Egy nagyon érdekes, uh, sorsú és életű írónőről van szó, aki az élete nagy részét azzal töltötte, hogy ő szeretett volna hollywoodi színésznő lenni. Hát nem adatott meg neki, de végül uh, élete vége felé mégiscsak bejutott Hollywoodba, bár nem színésznőként, hanem az itt látható Bolondok Hajója című könyvét megfilmesítették, és az óriási siker is lett. A Bolondok hajója 1931-ben játszódik, és nem félrevezetés a cím. Egy hajóról van szó, mint több száz ember utazik 1931, ahogy ezt már mondtam, azt gondolom itt az előbb. Különböző, különböző nemű, korú, különböző társadalmi szintű emberek találkoznak ezen a hajón, és természetesen az összezártság, kihozza belőlük mindazt, ami bennük van. Nagyon érdekes pszichológiailag is ez a könyv, mert, mert szépen megmutatja, hogy, hogy az emberekből mi jön elő egy olyan helyzetben, amihez nem szoktak hozzá. Annyit kell tudni még erről a könyvről, hogy a szerző már 68 éves volt, amikor megjelent a regénye, de a saját bevallása szerint 20 éven át írta Catherine Porter és a Bolondok hajója egy olyan regény, amit mindenkinek szeretettel tudok ajánlani. Attól függetlenül, hogy milyen nemű és milyen korú, izgalmas és szép a történet. Most, hogy átnéztem ezt a nyolc könyvet, valahogy úgy hozta a sors, hogy mindegyik valahogy egy utazással kapcsolatos lehet ez akár egy belső utazás is. A Madison megye hídjai, amit szintén filmként ismerhetünk nagyon sokan, Clint Eastwood és Meryl főszereplésével mutatták be ezt a filmet. Robert James Waller a szerző, és egy 40 pluszos asszonyról szól, aki, aki az eddigi életét a családjának szentelte, egy ilyen tipikus áldozat mintázatban létezett ő mindent a gyerekekért, mindent a gyerekekért, én másodlagos vagyok, illetve nem vagyok fontos. Aztán megjelenik ott egy középkorú fotós ebben a kis, kis városban, és hát jól felzaklatja a mi, a mi hölgyünk életét. Jó példa ez a könyv arra, hogy hát 40 fölött is létezhet ám első igazi nagy szerelem. Romantikus a regény. De közben, de közben nem az a nagyon, nagyon sziruptól csöpögő hangulat, és és egy jó utazás is Madison megyében. Érdemes elolvasni ezt a könyvet, és azt uh, tudom még mondani, hogy érdemes úgy elolvasni, hogy különböző életszakaszok van, mondjuk tíz évenként izgalmas tud lenni, ha leveszed a polcról és elolvasod, hogy mennyiben változik a véleményen, mennyiben ad neked újat ez a történet. Ahogy érsz, és ahogy újabb-újabb élmények érnek téged, ez, ez egy pont egy olyan regény, ami, ami mindig tud újat adni. Robert James Waller regényéről van szó, ez a Madison megye hídjai. Nagyjából az, mint a, a film volt, de érdemes a könyvet is elolvasni. Egy újabb utazás, egy újabb film, Robert Blach Pszicho című regénye van itt előttem, amiből Alfred Hitchcock készített nagy sikerű filmet. Hát kicsit horrorisztikus volt ez a, ez a bizonyos film, meg a regény is. Tipikus példáját látjuk annak, amikor a könyv borítójának semmi köze nincsen a tartalomhoz, sőt félrevezető is. És az utazásnak annyiból van itt szerepe, hogy ugye van egy főszereplő hölgyünk, aki hát elkövet valamit, és emiatt bepattan az autójába, és menekül, 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 aztán az elkövetőből préda lesz, egy, egy egészen furi, hát itt azért ki kell mondani, hogy itt, itt betegségről van szó, hiszen egy hasad személyiségű pasas által vezetett motelben köt ki a mi hölgyünk, Hát és ott vár rá némi kaland. Azt hiszem, hogy innentől bármit mondanék, az már spoileres lenne, ha netán van olyan élő ember, aki nem látta még a filmet, vagy nem olvasta a könyvet, annak nagy szeretettel ajánlom. Izgalmas lesz. Vékonyka, de kifejezetten izgalmas. Robert Blach és a pszichó. És akkor maradjunk egy hasonló műfajú könyvnél, Stephen King és a Krisztin. Azt hiszem, hogy Kinget senkinek nem kell bemutatni, és talán a Krisztint sem. Hát ha valami horror, akkor ez az a javából. Itt egy, uh, itt egy réges régi autóról van szó, aminek, vagy akinek kiderül, hogy van lelke. És egy fiatal kisrácról is szól, aki, aki odavetődik Krisztin mellé. Hát ebből is sok minden lesz, csak vidám móka kacagás, nem? Erősen mondok többet, szerintem mindannyian láttátok vagy a filmet, vagy olvastátok a könyvet, Stephen King és a Krisztin, nálam ez a... Hogyha azt kell mondjuk rangsorolnom, hogy Stephen King top 3 regénye, akkor a tortúra és a ragyogás mellett ez mindenképpen ott van a az első háromban. Ugye? Igen, igen, azt gondolom, hogy ez még a Dolores szeretném ott látni, de az mondjuk már a negyedik. Szóval a Stephen King és a Kristin. Ilyenkor nyáron lehet kicsit borzongani. Kamaszkoromban olvastam ezt a könyvet először, <laughs> nem nagyon hagyott aludni, és azt hiszem, hogy még mindig van hatása rám is, meg mindenkire, aki olvassa Stephen King és a Kristin. Jó, hogy ne csak ilyen horrorisztikus könyvek legyenek, de azért izgalomból itt is lesz bőven Simon de Beauvoir, többször beszéltem róla, ő nem vált az egyik kedvenc szerzőmé. És a Minden ember halandó című regényéről van szó, amely, mondhatnám, hogy kalandregény, de sokkal inkább egy, egy mélyen elgondolkodtató, kicsit spirituális, kicsit pszichológiai, önismereti könyvnek is mondanám. Egy színésznőről van szó, aki, hát bár megy a szekere, vannak előadások, melyekben játszik, de mégsem akkor a sztár, mint amekkora szerinte lehetne. És akkor találkozik egy nagyon fura, nagyon egészen, nagyon-nagyon-nagyon furi pasassal, aki megbabonázza őt. Aztán kiderül, hogy ez a különleges pasas, ő, tehát attól olyan különleges, hogy sok száz éve él, hiszen ivott az örök élet elixírjéből. Na most, a mi színésznőnk itt tanakodóba esik, hogy, hogy kell-e neki az örök élet. Meg a pasasunk is tanakodóba esik, hogy kell-e neki egy társ, aki örökké vele marad. nagyon izgalmas ez a könyv olyan szinten, hogy ha nem csak a sztorit nézet, hanem hanem mélyen elgondolkodsz ezeken a kérdéseken, akkor ez egy nagyon jó utazás lehet, ezt gondolom. Simon de Beauvoir, minden ember halandó. Na ne, nem maradhat ki a 99 kedvenc könyvem közül a nagy indián könyv. Cooper gyűjteménye, amelyben öt kis indián regény olvasható, Hát azt gondolom, hogy az én korosztályomban nem csak a fiúknak, de a lányoknak is ez egy meghatározó kötet volt. Szerintem mindannyiunk polcán ott meglelhető volt, vagy fellelhető volt. Képzeljétek el, hogy nekünk ez nem volt meg, viszont a könyvtárból azt hiszem, hogy ezt ilyen két-három havonta kikölcsönöztem, és olvastam el, mert nagyon szerettem. Ugye ebben mutatok azért a vadölő, az utolsó mohikán, a nyomkereső, a bőrharisnya és a préri található meg. Az a különbség itt a Karl May féle regényekkel szemben, hogy hát ezeknek több a valóság alapja, de, de ugyanolyan igazi indián történeteket olvashattok bennük, és, és azt hiszem, hogy azért is érdemes ezt újra előszednünk, mert, mert ez példa. Nagyon sokan itt e, jönnek mindig az, hogy micsoda kegyetlen, agresszív népek voltak a, az észak-amerikai indiának. Én meg utána mindig példaként felhozom akár ami, ami őseinket és ugye az ősmagyarokat, akik hát szintén nem voltak egy hát kedves népség, ugye? Másrészt ne felejtsük el, hogy ezek az észak-amerikai indiánok a saját földjüket és a saját életüket mentették a fehér emberrel szemben, aki, akinek minden kellett. És hát most már látjuk, hogy mi lett ebből ott. Az Egyesült Államok mire épült fel. Na jó, ebben hadd ne menjek bele. Annyit még gyorsan elmondok, hogy ezt egy antikváriumban találtam rendkívül penészes állapotban, ezt a könyvet. De hogy látjátok, mindenre van megoldás. Éppen ma kaptam egy üzenetet, Váljánál Dől a díszlet. Éppen ma kaptam egy üzenetet fotókkal, amelyben rendkívül penészes könyveket mutatott nekem a, a fiatalember, aki küldte, és azt tanácsoltam neki, hogy a Patikában vegyen sima 70%-os alkoholt, meg ilyen smink, vattakorongokat jól mossa le, szállítsa ki a könyvet, utána pedig egy nagyon finom smirglivel dözsölját, és akkor nagyjából ennyire menthetőek lesznek a penészes könyvek, itt a szélén pedig, ami felkunkorodott, itt filmoplasztot látsz, ezzel ragasztottam le, nem a legszebb, de legalább így megmentődött ez a bizonyos nagy indián könyv is, mindenkinek ajánlom nagy szeretettel. És még egy kalandregény, 1944-ben vagyunk, amikor egy, hát egy fiatal ember, ugye 44-ben már, hát már jó öt éve tombolt a háború, és uh, itt Indiában fogságba esett uh, főszereplőnkről van szó, aki mindenféle kalandok során eljut Lászába, és ott találkozik a 14. Dalai Lámával egy egészen más kultúrából, más vallási közegből érkező pasas, hát, és nek számára is ez nem csak egy fizikai, hanem egy sokkal inkább belső utazásról van szó. Picit megmutatja nekünk, kicsit megismertet minket a, a buddhizmus világával is mindenféle szertartásokat látunk benne. Ebből is készült film, milyen érdekes, hogy főként ilyen könyveket hoztam ide nektek ebben a... hogy hé, Brad Pitt volt a főszereplő, és nem volt rossz az a film egyébként, de hozzá kell tennem, hogy ez a regény sokkal jobb, mint a film. Heinrich Harrerről van szó, mint szerző, és ez a 7 év Tibetben életem a Dalai Láma palotájában című könyve, és azért is izgé, mert nem egy egyszerű regényről van szó, hanem Heinrich Harrer, vagy Harrer, vagy Herrer, de szerintem ő német volt, úgyhogy maradjunk a Harrernél. A, ez egy megtörtént esemény alapján, vagy megtörtént történetet írt le a szerző. Nagyon szép, nagyon szép a, a maga a, a, a sztori. Természetesen megrázó is, és nagyon elgondolkodtató is. És hát ennek a könyvnek is ott van a helye, hogyha a 99 kedvenc könyvemről beszélünk, és akkor nézzük az utolsót. Az utolsót, de természetesen csak a mai blogban, mert annyit beszéltem róla, de hát itt kell, hogy legyen. Ez a Vojnics kézirat, a világ legtitokzatosabb ezoterikus kódexének első és teljes kiadása. Hát ez, hogy ezoterikus, ez, ez még mindig csak egy ilyen talány, és aki nem látta volna még, annak azért mutatok belőle, tehát hogy ez egy ilyen cucc. Az eredeti kódex másolata, ami itt van, és ez az a könyv, amit soha senkinek nem sikerült megfejteni, hogy vajon miről szól, miket ábrázolhat, és leginkább milyen nyelven íródhatott, a világ legnagyobb kódfejtői próbálták már megfejteni, és, és nem jönnek rá, kötötték már Leonardo da Vincihez is, de kiderült, hogy nem ő készítette aztán egy időben elterjedt, hogy az egész egy átverés, sőt arról is szó volt, hogy egy másik civilizáció küldöttei vagy képviselői írták. Olyan növények vannak benne, amelyek sosem léteztek a Földön, vagy legalábbis nem tudunk róluk, hogy léteztek. És hát olyan nyelven van, ami mind a mai napig ismeretlen. És ezt azért szeretem, mert rendszeresen lekapom a polcról, mindig elmondom, hogy én leszek, aki megfejtem a voinics kéziratot <laughs> erre. Van még nem tudom hány százalék esélyem, még mindig nem adtam fel. Itt az elején pedig láttok egy, egy összefoglalást arról, hogy mi mindent lehet eddig tudni. A voinics kéziratról ezt az angyali menedék néhány éve kiadta, magyarul is, nehogy úgy magyarul, hogy magyarul van az előszó, és, uh, és számozott, jó van, eldől számozott példányban lehetett kapni, nézd meg, a végére itt elrontok minden, pedig olyan szépen fölépítettem a díszletet, nem? Szóval lehetett kapni, lehet, hogy még mindig lehet kapni a, a, az angyali menedék oldalán, honlapján, a Vojnics kézirat, drukkoljatok, hogy egyszer én tudjam megfejteni, mert az nagyon izgi lenne, ha kiderülne, hogy miről szól ez az egész könyv. És tulajdonképpen ennyi volt a mai nyolc kötet. Most ezt egy ilyen formában tudtam nektek prezentálni, hogy én nem kerültem bele, de hallott, hogy itt vagyok, hát hallott, hogy itt vagyok, és nem a halott néni beszél az én hangomon, de megígérem, hogy a következő alkalommal már látható is leszek, ennek többen örülnek, gondolom. Köszönöm, hogy itt voltál ma is velem, köszönöm, hogy figyeltél rám. Hát, ha ebből a nyolc könyvből valamelyik fölkeltette az érteklődésedet, várom továbbra is hozzászólás, hogy ezekből olvastál -e te már valamit, vajon beférne-e a te 99 kedvenc könyved közé. Köszönöm a figyelmet, találkozunk még a jövő héten, hamarosan egészen izgalmas, 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 biztos valami izgalmas videót összerakok itt nektek. Na jó, hello, hello!